Téla hortobágyom. Fortyog a gulyásleves a bográcsban. Magyarország, ahogy sokan elképzelik. Ám ez az idillinek látszó kép még valóban létezik. Ma is vannak, akik a szürke marhatartással járó kemény terepmunkát választják. Ez a robusztus, akár 900 kg-ot is elérő állat jól bírja a zord alföldi időjárást. A gulyások gondosan választják ki kutyáikat, majd hónapokig tanítják őket. Tökéletes csapatot alkotnak, értik egymás minden rezdülését. Csak is a legbátrabb kutyák képesek terelni a magyar szürkét. A telelő lúdcsapat csupán az egyik jele annak, hogy a puszta nem éppen száraz síkság. Ám most minden víz jéggé fagyott. Egy fiatal rét is a táplálékot keres. Egy birkatetem jó reggeli, de elsőként az örökké éber szarkák kezdik a lakmározást. Ám egy mohú dolmányos varjú magának akarja az egészet. A pompás eledel egy nagyobb madarat, egy egerész ölyvet is ide vonz. Mindenkinek jutna, de akad, aki képtelen elviselni, hogy osztoznia kell másokkal. A dolmányos varjú nem tudja tűrtőztetni magát, és neki megy a betolakodónak. Télvíz idején az elhullott állatok gyakran a madarak egyetlen élelem forrásai. Hirtelen felbukkan egy másik egerészölyv is. A sasok rendkívül óvatos madarak. A fiatal rétisas inkább még köröz a helyszín fölött. Újabb és újabb ragadozók tűnnek fel, amitől a varjú csak egyre idegesebb. A vörös róka tovább áll, de a fiatal sas közelebbről is szemügyre veszi a birkatetemet. A sas még mindig nem döntött, de a zaklatott varjú ki akarja hívni maga ellen a sorsot. A madarak királyának idegfeszítő jelenléte végül mindenkit elriaszt. A hortobágyi pusztán nagy mocsarak terülnek el, ám a fiatal sas egy másik vizes élőhelyről érkezett. Miután áttör a hegyeken, a Duna délre fordul és elteríti hordalékát a síkvidéken. Sok falu épült a partján, és a sűrű ártéri erdők még mindig szinte érintetlenek. A falu melletti befagyott holtág tökéletes helyszín egy téli tornaórára. A fiatal vidra meglepődik a birodalmát megzavaró felfordulás láttán. Magyarországon a vadon élő állatok gyakran szorosan az ember mellett élnek, még ha sokan ezt észre sem veszik. Bár ritkán kerül szem elé, a vidra gyakori állat Magyarországon.
magukásra vízparti üregekben, kotorékban élnek, amelyből több is található területükön. Ez a fiatal vidra épp átköltözik egy másikba, távolabb a zajos társaságtól. A vidravárnak általában víz alatti kijárata is van, amely az ártéri erdőt behálózó számtalan holtág valamelyikébe vezet. A jégnek köszönhetően ez a hal most biztonságban van a jégmadártól. Ám a jég könnyen halálos páncél lehet. Tévedés ne essék, ez nem egy eltévedt favágó, hanem egy halász. Ez a fiatalember épp vízi nyájáról gondoskodik. Léket vág a jégen, hogy a halak oxigénhez jussanak, és a felgyűrömlett mérgező gázok eltávozzanak. Ez a lég tulajdonképpen olyan, mint egy ablak. Sok mindent megmutat a víz alatti világról. A halász jól tudja, a halak valahol odalenn, talán épp alatta telelnek. Harcsák. Magányos állatok, de télen csoportokba gyűlnek. Nem hibernálódnak, hanem aktívak maradnak zsákmányszerzés nélkül. A harcsák addig maradnak együtt, amíg a jég olvadni nem kezd. Nem hagyják el a csoportot, ám állandóan harabdálják egymást, miközben őrizni próbálják pozíciójukat. Akár súlyos sebeket is ejthetnek egymáson. A lég felkelti a kíváncsi hollók figyelmét. Mindig készek egy kis játékra, és egy jégdarab tökéletes játékszernek tűnik. Eközben egy öreg rétisas komolyabb feladattal foglalkozik. Fészeknek valót gyűjt. A jégre nem könnyű leszállni, de a saspek látott valami érdekeset. Ez a szélfutta száraz fűcsomó akár hasznos is lehet. De mégsem elég jó. Inkább az elszáradt sásból válogat a holták fagyos partján. Minél öregebb egy rétisas, farktollai annál fehérebbek. Egy sasfészek akár 2 méter széles is lehet. A sás belülről fogja szigetelni a fészket, de azért kívül is akad még tennivaló. A 70-es években alig 12 pár rétisas maradt, ám ma már körülbelül 200 pár szárnyal Magyarország egén. Ez a pár régóta használja ezt a fészket. Már most a tél végén készülődnek a fészkeléshez. 12 éve vannak együtt, és most úgy érzik, újra itt az idő. Ám a hó még mindig csak hull. A gímszarvasok és a többi állat már alig várja, hogy kitavaszodjon. És nem csak ők várják. A tél végén félelmetes maszkot viselő férfiak tűnnek fel az erdőben. Ők a busók. 500 évvel ezelőtt a török elől menekülő Sokác nemzetiség tagjai ezekben az ártéri erdőkben rejtőztek el. A legenda szerint egy nap félelmetes ruhákban, rémisztő hangokat keltve áteveztek a Dunán. A törökök azt hitték, hogy démonok, és elmenekültek. Mindez Mohácson történt, és a városlakók minden évben újra eljátszák a legendát. Ez a busójárás. Már a messze földön híres fesztivállá vált. A busójárásnak időközben más jelentése is lett.
A hosszú, hideg és sötét napok után a busók hatalmas mágiát raknak, és szimbolikusan eltemetik a telet. Gyorsan olvad. A környező hegyekből milliónyi kis patakocska fut a Kárpát-medence szívébe. A Duna és mellékfolyói mentén vízben állnak az erdők. A fekete-fehér néma ártér varázsütésre színes és hangos vidékké változik. A tucatnyi magyarországi békafaj különböző nászszínekben pompázik, szerenádjuktól hangos az erdő. A vízben álló fák alatt a tavaszi tűzike jól viseli az átmeneti árasztást. A tavaszi csillagvirág oly gyorsan nő, hogy átdöfi az avart is. Tojó rétisas a párját várja. Szeretne már kicsit elszabadulni két kis fiókája mellől, akik a fészek mélyén rejtőznek. Izgatottan látja, hogy párja közeledik. Bár 12 éve együtt vannak már, még mindig hangosan örülnek egymásnak. Amint a hím megérkezik, átveszi a felügyeletet. A tojó végre nyújtózhat egyet, és végre elvégezheti szükségét. Az eget kémleli, nem jön-e ellenség, miközben a hím megeteti a kicsiket. Az egyhetes fiókák sebezhetők, előfordul, hogy a hollók vagy a rossz idő áldozatai lesznek. Ám ezek a sasfiókák biztonságban vannak. Tapasztalt szüleik sok fészek aljat felneveltek már. Íme a Balaton, Közép-Európa legnagyobb tava. A tavaszi nap kicsalogatta az első vitorlásokat, akiknek fogalmuk sincs, mi készülődik a felszín alatt. Balin, az egyetlen ragadozó pontyféle, ám most nem vadászni indulnak. Amikor a vízhőmérséklet eléri a 10 fokot, elkezdenek felfelé úszni az alafolyón, amely a Balatont táplálja. A Zala átfolyik Európa egyik legnagyobb nádasán, a Kis-Balatoni mocsárvilágon. Úgy tűnhet, mintha a hattyú a balinokra várna. És ez valóban így is van. A balinok az ívóhelyükre igyekeznek. Először a kisebb hímek tűnnek fel csoportokban. A halak vándorlása messze földről ide vonzza a sasokat, ám a félméteres balinok túl nagyok egy réti sasnak. A balinok már közel vannak céljukhoz, de még akad egy sebes zúgó, amit le kell küzdeniük. Egyre több és több madár érkezik, de valójában nem is a balinok érdeklik őket. Akárcsak a lazacok, a balinok is felugrálnak az zúgón. Egy vidra is feltűnik, de ő is csak kíváncsiskodik. A hattyú a balinok ikráit keresi,
de egyelőre csak nagyon keveset talál. A balinok végül megérkeznek az ívóhelyre. Mindegyik kiválasztja és bőszen védi saját területét, amíg a nőstények meg nem jönnek. A csata hevében előfordulnak váratlan koccanások is. Az előző napokból akad már néhány megtermékenyített ikra hozzátapadva a víz alatti növényzethez. A törpeharcsa kedvenc tápláléka a halikra. És pontosan ez az, amire a kócsagok vártak. Azért jöttek ide, hogy a balinok ikráját eszegető halakra vadásszanak. Ahogy közeleg az éj, lassan a nőstény balinok is megérkeznek. Minden éjjel több száz balin gyűlik itt össze. 10 hímre jut egy nőstény, és ahogy kiereszti ikráit, a hímek versengeni kezdenek, hogy megtermékenyítsék őket az erős áramlat segítségével. A hímek a sokkal nagyobb testű nőstényeket vibráló tánccal próbálják elcsábítani. Ő nem volt túl vonzó. Egy angolna is ikrát jön enni, de sietnie kell, a balinok ívása alig egy hétig tart. Mára a mocsarak nagy részét lecsapolták. A magyar falvakat, amelyeket valaha hónapokig víz vett körül, ma végtelen gabonaföldek övezik. Ám, mintha mi sem változott volna, a fehér gólya, a magyar vidék szeretett madara minden tavasszal visszatér. Szerencsére nem minden vizes élőhely veszett oda. Magyarország folyói mentén terülnek el Európa legnagyobb ártéri erdei. Tavasz Gemencen. Április derekán a Dunán érkező olvadékvizek miatt a fák még mindig vízben állnak. Igazi paradicsom ez a vadvilág számára. A vízben időző gimszarvas hétköznapi látvány Gemencen. Az elárasztott erdőben menedéket találnak a rovarok elől, és egyben friss táplálékhoz is jutnak. A mocsári teknősök felébredtek téli álmukból, és versengenek a legjobb napozó helyekért. Ez azonban néha nem is olyan könnyű. A tavi békát észreveszi a vadászó vízisikló. Ám szemtanúk akárhol felbukkanhatnak. Egy sokkal nagyobb ragadozó is vadászni indul. Körülbelül 10 000 vidra él nálunk. Ezzel a magyarországi az egyik legnagyobb állomány Európában.
Amikor támadásba lendül, minden állat menekül. A vidrák simán megeszik a mocsári teknőst is. Ha egyszer a vidra észrevette, a békának semmi esélye. A vidrák többnyire hallal táplálkoznak, de emellett rengeteg rovart is esznek. Ám kétségkívül a béka hús a legnagyobb kedvenc. Sose ad fel. A teknős végre feljutott a napozó helyre. Gemenc híres a gímszarvasairól. Pár hét, és a tehenek megszülik borjaikat. Gemencen az elárasztott erdő 10 kilométer szélességben húzódik a Duna mentén. Szerencsére nem csak itt, hanem a Duna mellékfolyói mellett is maradt még háborítatlan vízivadon. A harcsának jó a hallása, azonnal felismeri a szokatlan zajt. A fiatal halász az, aki éppen halászik, és különös módon az erdőben. Miután a csónak elhalad a harcsa felett, az folytatja, amit elkezdett. Az öreg hím szorgosan épít egy fészket. Izmos farkával megtisztítja a fűszvagyokereit, majd bajszával ellenőrzi. Amikor elkészült, már csak arra kell várnia, hogy feltűnjön egy nőstény. A folyóvízi halászat ma is létező foglalkozás Magyarországon, amely sokszor generációról generációra száll. A tavasz a nagyfogások ideje. Keszeget, csukát, pontyot rejt a háló. Az óvatos harcsa azonban, amely úgy 10 éves lehet, eddig mindig elkerülte a varsákat. Egy nőstény harcsa tűnik fel. Ám a szerelem harcsáéknál nem túl romantikus. A hím durván harapdálni kezdi partnerét, aztán a két nagy hal felkavarja az iszapos vizet. Mire kitisztul, a nőstény már tovább búszott, és a fészek tele van ikrákkal. A hím 3 napig marad itt, őrizni a fészket, míg az ivadékok kikelnek. A gyurgyalagok május elején térnek vissza Afrikából. Egy meleg májusi nap tökéletes egy kis fürdőzéshez. Rovarokat esznek. Elkapják a szitakötőket, lepkéket, de a méheket és darazsakat is, amelyeket óvakodva a fullánktól egy ághoz csapkodnak. Udvarláskor a gyurgyalak hímek igazi lovakként viselkednek. Ajándékként rovarokat adnak párjuknak. Monogámok, és a költésből és fiókanevelésből is mindketten kiveszik részüket. A Duna egyik holtága mellett álló öreg tölgy tetején a sasfiúkák már 5 hetesek. Anyjuk a közelben van, szemmel tartja a környező erdőt. Ám a fiúkák kezdenek megéhezni. Most a hím vadászik, és az egész család szurkol neki. Vajon sikerül fognia valamit? Óvatlan pontyok gyakran a vízfelszín közelében eszegetnek. Végzetes hiba.
Sikerült. Az éhes sasfiókák már alig bírnak magukkal. A réti sasok táplálkozása eléggé változatos. Ez a sas család leginkább halon él. Bőségesen akad zsákmány a közelben, így könnyű felnevelniük évente két fiókát. A hím gondosan megeteti mindkét kicsit, és közben magának is csen egy-egy falatot. Hazarepül a tojó is. Íme, egy tipikus réti sas család. A tojók rendszerint nagyobbak a hímeknél. Késő tavasszal a pusztát is sekély víz borítja. A barát récék még el sem kezdtek fészkelni, de a nyári lútpárok már fiókákkal büszkélkednek. A kislibák szinte azonnal elhagyják fészküket. Vidáman legelésznek, még az öreg madarak veszélytől tartva kémlelik a tájat. A fehér szárnyú szerkő ajándékot hoz párjának. Ez a ritka madár is itt, a hortobágyi mocsarakban fészkel. A magyar szürke marha nem kimondottan vízi állat, ám most együtt kell élniük a nedves környezettel. Időbe telik, mire a talaj felissza az összes vizet. A friss zöld fű még elég gyér, így az állatok gyorsan levegelik. Ahhoz, hogy új legelőket találjanak, át kell kelniük a pusztát behálózó számtalan csatornán. A gulyás tudja, hogy ez veszélyes lehet a kis borjaknak. Még ők is érzik a veszélyt. A tehén és borja között erős a kötelék, és megpróbálnak együtt maradni átkelés közben is. A hatalmas állatok véletlenül eltaposhatják a borjakat. Végül elérik a legelőket. A szürke marhák kis híján kihaltak. 40 évvel ezelőtt alig 160 állat élt Magyarországon, mire a tenyésztők kézbe kaptak. Ma már 6000 állat legelészik országszerte. Az Alföldön át kígyózó Tisza végül a Dunába ömlik. A Tisza mellett található Európa legnagyobb parti fecske kolóniája, ahol 4000 madár fészkel. Üregekben élnek, és telepük kilométer hosszan húzódik a Tisza mentén. A fiókák kirepülése egybeesik egy varázslatos jelenséggel, a Tisza virágzással. Kérészek. Először a hímek tűnnek fel, és vedlés után keresni kezdik a nőstényeket. A kérész lárvák 3 évet töltenek a folyómederben, aztán egy nyári késő délután feljönnek a felszínre párzani. A nőstények kicsit később tűnnek fel a mélyből, rövidesen körülveszik őket a hímek.
Csak erre vártak a parti fecskefiókák. Tökéletes időzítés. Könnyű préda egy fiúka számára, amely épp csak elkezdi önálló életét. A kérészek újabb ragadozókat csalogatnak elő. Balinok. Ez a mohóhal a Tiszában is él. Alig egy óra alatt vége az egésznek. Miután párzottak, a kérészek elpusztulnak. A nőstények a felszínre rakják petéiket, amelyek lesüllyednek. A lakoma véget ért. Júniusi reggel a Duna mellett. A sasfiókák nagyot nőttek. A szülők már csak naponta egy-két alkalommal hoznak táplálékot. Anyjuk nem fáradozik már az etetéssel. Elrepül. A fiókáknak kell eldönteni, kié az elsőbség, és a testvérek közt elkerülhetetlen a civakodás. Gyakran a kisebb, de agresszívebb fiúka veszi el nagyobb testvérétől a falatot. De nem most. Pár nap még, és a fiúkák kirepülnek. Ideje gyakorolni. Kánikula. Kint a pusztán olyan, mint a kemencében sülne az ember. Árnyék sem akad. A fehér gólya szárnyaival árnyékolja fiókáit. Ám a tavak és folyók mentén az emberek és a vadvilág egyaránt élvezik a nyarat. Kis káró katonák épp úgy szeretnek pancsolni, mint az emberek. A hőség dacára vidéken az élet változatlanul zajlik. Ám az erdőben drámai a változás. A vízszint drasztikusan leapadt. Számos pocsolya és tavacska maradt vissza a tavaszi árvíz után, és most milliónyi hal ivadék esett bennük halálos csapdába. A fekete gólya szürke gémekkel és a nagy kócsagokkal osztozik a könnyű prédán. A táplálék bőséges, nem zavarják egymást.
egy ilyen terített asztal nem kerülheti el a vidra figyelmét sem. A vidrák nagy távolságokat képesek megtenni, és ez a fiatal példány talán 20 kilométert is vándorolt, mire megtalálta ezt a pocsolyát. Rendkívül óvatosak. Amint elkapnak egy halat, azonnal a menetéket nyújtó sűrű növényzetbe viszik. Naponta körülbelül 1 kg halat esznek. Rövidesen minden halnak szembe kell nézni szomorú sorsával. De hirtelen felhők érkeznek. Esőt hoznak a kiszáradt földre. A víz feltölti az üres gemenci holtágokat is. Ám az ár egyre csak jön és jön, megállíthatatlanul. Ez a zöld ár. A rovarok tömegesen próbálnak menekülni. A hangyák tojásaikat mentik. Bennük van a jövőjük. A víz hamar feltölti a kiszáradt medreket. A zöldár hihetetlen gyorsasággal csap le az erdőre. A nagyvadak is pánikszerűen menekülnek. A vaddisznó és a szarvas próbálnak magasabb helyekre jutni. Mindkét faj jól úszik, de az ártéri erdőben már nem maradt száraz föld. A vízszint akár 8 métert is emelkedhet pár napon belül. Egy símpár fut keresztül az erdőn, és a töltés kicsit magasabb, mint a környező terület. Biztonságos hely a rémült szarvasborjaknak. Milliónyi szúnyog gyötri őket, de talán több napig is egy helyben kell állniuk. Egyetlen rossz lépés, és az erős áramlat elsodorja őket. Az ártéri erdő ismét vízben áll. Sok állat pusztul el a villámgyorsan érkező zöldárban, de vannak olyan teremtmények, melyek határozottan élvezik az árvizet. A vidrák csak ritkán találkoznak fajtársaikkal. Az udvarló állatokat nem igen zavarja, hogy randevújuk helyszíne épp egy ember alkotta zsilip. A fiatal halásznak most sokat kell eveznie, hogy elérje tanyáját. A folyókat követő gátakat a 19. században építették, de akadt néhány hely, ahol a földbirtokos nem akarta megfizetni a költségeket. Ezért itt jóval távolabb húzták fel a töltéseket. A sors iróniája, hogy tulajdonképpen ezek a fösvény emberek tették lehetővé, hogy megmaradjanak Európa legnagyobb ártéri erdői.
Ilyen nagy árvíz idején semmi értelme kirakni a hálót. A halász csak azért jött, hogy megnézze, minden rendben van-e a tanyán. Háza cölöpökön áll, akár csak a szomszédos nyaralók. A két sas fióka már kirepült a fészekből. Miután csaknem 3 hónapot töltöttek együtt, útjaik most szétválnak. Az egyik fiatal sas maga mögött hagyja az ártéri erdőket. Ki tudja, merre viszi a szél, miközben körbe barangolja a Kárpát-medencét. Fivére itt marad. És figyelme! Egy tőkés réce család felé fordul. A kiskacsák könnyű prédának látszanak. Van még mit csiszolni vadás stílusán. De a tőkés réce tojó jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét. Legközelebb nem biztos, hogy szerencséjük lesz. A késő nyári köd a közelgő ősz üzenetét hozza. A zöldár épp oly gyorsan elvonult, ahogy érkezett. A levegő megteli különös hangokkal. Eljött a gímszarvas párzási ideje, a szarvasbőgés. Egy aranysakál keresgél a sárban. A szarvasbika miatt megriadt csakál inkább visszasétál a nádas biztonságába. Egy dunaparti homokzátony tökéletes helyszín a párviadarra. Még a bikák viaskodnak, a tehenek, sőt a fiatalabb bikák is ritkán látott előadásba kezdenek. Duna mellékfolyóján dolgozó fiatal halász büszke rá, hogy folytatja ősei mesterségét. Ez jó év volt. Az árvíz mindig kedvez a halállománynak. A felszín alatt a harcsai vadékok már a telelőhelyek felé vonulnak. Kétszáz kilométerrel keletebbre, az Alföldön megkezdődött a kukorica aratása. Darvak érkeznek a maradék kukorica szemeket összeszedegetni. Valaha úgy 100 évvel ezelőtt még fészkeltek Magyarországon. Ma már csak megpihennek a Hortobágyon, útban Észak-Európából Afrikába. Egy fiatal fiúka mindig talál valami játékszert egy ilyen hosszú és unalmas út során.
Kint a pusztán a gulyás pár hétig megosztja magányát az aljos vendégekkel. Több mint 100 000 dalú veri fel a puszta csendjét. A fiatal gulyás őrzi a hagyományokat. Daru tollat visel, amely mindig a gulyások kalapjának féltett dísze volt. A darvak csak az első hó érkezéséig maradnak. A táplálkozó helyekről minden este elvonulnak éjszakai menedékhelyükre. A hortobágyon hatalmas mesterséges halastavak nyújtóznak. Ősszel lecsapolják és lehalásszák ezeket, tökéletes éjszakai szállást kínálva ezzel a darvak számára. Egy fiatal sas szárnyal a tavak felett. Könnyen lehet, hogy az ártéri erdőkből vándorolt ide. Egy elhullott daru szárnya érdekes eledelnek tűnik. De inkább mégse kér belőle. Talán túlságosan hozzászokott a halhoz fióka korában. Jó pár döglött hal hever a lecsapolt tavak partján. Térre sok fiatal rétisas gyűlik össze a hortobágyon. Miután kirepültek, általában 5 évig barangolnak az országban, mielőtt valahol területet foglalnak maguknak. A rétisas jó ízűen falatozik, miközben egyre több daru érkezik. Van olyan tó, ahol 50 000 daru is összegyűlik éjszakára. A fiatal sas befejezte az evést, ideje megtisztítani a csőrét. Ezek a mesterséges tavak remekül mutatják, hogy Magyarországon miként létezhet vadvilág és emberi gazdálkodás egymás mellett. Újra itt a tél. Az ártéri erdőben befagytak a holtágok és a tavak. Havas eső hull. A tél még nem mutatja igazi erejét. Nem messze az öreg saspár fészkétől a vékony jég beszakadhatott egy fiatal szarvas alatt. Könnyen jött ebéd. Az öreg pár együtt marad, miután felnevelték fiúkáikat. Egyikük talán a pusztára repült, a másik meg, nos, még mindig itt sertebertél. A hím úgy dönt, hogy elzavarja. Ám rosszul mérte fel az erőviszonyokat. És végül a fiúka kergeti a lapját. De kap segítséget. A tojó világossá teszi. Ez az ő területük, és a fiúkának mennie kell. A fiúka végül megérti, hogy távoznia kell. Az öreg saspár kapcsolata nagyon erős, és tapasztalatuknak hála, valószínűleg jövőre is sikerrel nevelnek fel egy újabb fészek aljat. Jó év volt ez a vidrának is. Most gondtalanul élvezi a havazást. Sosem mulasztaná el az alkalmat, hogy a friss hóban játszon. És szerencsére még mindig sok maradt vízi vadonjából. Remélhetően az ártéri erdők, amelyek évszázadok óta állnak Magyarországon, örökké otthont adnak majd a vidráknak,
és a sasoknak.